első tanulmány fő üzenete az, hogy mi, bibliás emberek, hagyjuk abba végre a zsidózást. Az evangélista saját kortársának írt, annak, akik ismerték a júdai szó minden jelentését, és helyesen ismerték fel azt, amit a szó a szöveg összefüggésben éppen jelent, tanítja Éliás. A júdai szó jelenthet például földrajzi fogalmat, júdeai, júdeai ember, Júdeából való személy, jelenthet szellemi irányzatot, például a júdaista izraelit, aki a szuperek egyesség híve, a törvény és a hagyomány rigorózus betartója, aki a pogányokat is azért misszionálja fanatikusan, hogy siettesse a mesiás király eljövetelét. Ő a júdaista. A cél elérése érdekében nem riad vissza az erőszak alkalmazásától sem. Ilyen júdaista volt Saul, akiből végül Pál apostol lett, és maga is a júdaista Izrael áldozatává vált. Jelenti azt, hogy júdaista keresztjén, ez a júdai szó, aki meg akarja tartani a Jézus hitet, de kötelezővé tenni a hagyományok megtartását és a pogányok közül betérőknek a körülmetélést. Ezek támadták Pál tanítását. Biológiai származást is jelent a júdai szó a szöveg összefüggésben. Júda törzséből származó, tehát júdaita, júdafi, mint például Dávid király. Az Úr Jézus is Júda törzséből származik. Júdaita. Júda leszármazottja. Nem földrajzilag júdeai, hiszen Názáretben való, azaz Galileából. Pilátus pontosan tudja, hogy Jézus Dávid házi királyi herceg. Őse után júdaita. Ezért tartja iratja táblájára, a názáreti Jézus nem a zsidók, a júdaiak királya. Rex Judeorum. Ez van ráírva minden magyar feszületre is. Inri. A júdai szónak Éliás 9 jelentést tulajdonít a mindenkori szövegkörnyezet szemantikája szerint. 2000 év után mi már csak leegyszerűsítve olvasuk és értjük. Zsidók. János evangélium ott tele van ezzel a szóval. De az ő kortársai értették, hogy az alatt mit gondol. Így jöttek elő olyan fordítási süketségek, ezt nevezi Éliás süketségnek, hogy a jeruzsálemi lakosok féltek a zsidóktól, ezért beszélnek egymás között suttogva Jézusról. Mint ha a Jeruzsálem lakosai nem maguk is zsidók lettek volna, idézőjelvetén. Döbbenetes, hogy a magyar bibliafordítók olyan makacsul ragaszkodnak a zsidó szóhoz, hogy nem csak a júdaiozt, hanem a hebrajolt szót is zsidóknak fordítják. Illetve a héberekhez írt levél a magyar bibliában a mai napig, na mi lett? Zsidókhoz írt levél. Pedig ott hebrajol van. Ez bizony beszűkítés, mert a levél írója, vagy írói, a levelet, Izrael mint a 12 törzséhez tartozóknak írták, vagy írják, nem csak Júda törzséhez.